Hogyan lett belőlem énekesni, ez egy nagyon komplex kérdés, ugyanis már az óvodában azt mondták, hogy zenei pályára születtem, de hiába vettek föl engem a Kodály zeneiskolába, én a közeli általános iskolát szerettem volna választani, és végül így is lett, ragaszkodtam hozzá a barátaim miatt, úgyhogy ott kezdtem el zenélni, zongorázni, majd gitározni, és aztán később a gimnáziumban alapítottam az első zenekaromat, aminek Jabba volt a neve, és underground zenét játszottunk, improvizatív rockot. És aztán egészen sokáig ez hobbiként nagyon szeretett foglalatosság volt, de aztán kaptam egy lemezt, egy jazz lemezt, és akkor eldöntöttem, hogy ilyen zenét is szeretnék tanulni, csinálni, és akkor az egyetemek után beiratkoztam Vinant Gáborhoz, mert Vinant Gábor énekelt ezen a lemezen. Úgyhogy nagyon, nagyon kalandos, és sokféle út vezetett odáig. Egyébként Vig Mihálytól tanultam először gitározni később, meg rengeteg verset zenésítettem meg. De ezeket mind tulajdonképpen hobbiból. És aztán így jött a jazz, később meg a bossa nova. Londonban találkoztam először cseregyerekként a bossa novával, 14 évesen, amikor kazettákat vásároltam, mert egy fontért lehetett 3 kazettát kapni. Úgyhogy ebből bevásároltam a Portobello Roadon 4 szériát, és ezek mind bossa nova kazetták voltak. Bossa nova egy jazz műfaj, a jazznek egy alfaja tulajdonképpen, a latin jazz csoportjába tartozik, és az 50-es évek elején találta ki Antonio Carlos Jobim, aki egy zongorista volt, illetve egy költő, Vinicius de Moraes, ő írta a szövegeket, és a brazil ritmusokat ötvözték az amerikai jazz harmóniákkal. Tehát, hogy ez tulajdonképpen jazz harmóniákon és brazil ritmusokon alapszik. És ami számomra a legszebb benne, hogy költemények. Igazi, komoly, értékes versek megzenésítve. A portugál kötődésem igazából brazil. Én a 14 éves koromban vásárolt kazettákon nőttem föl, onnantól kezdve, és tulajdonképpen egy ilyen bossa nova dealer lettem, és rengeteg bossa novát hallgattam, de akkor még nem tudtam, hogy ez komolyá válik majd egyszer. Amikor a konzervatóriumba kerültem, akkor kezdtem portugálul tanulni. Addig spanyolul tanultam, illetve olaszul, mert a nagymamám olasz, és elvégeztem 2 egyetemet, az egyik egy nyelvszakon, de a portugál, brazil kiejtésű portugál olyan dallamos nyelv, olyan könnyen énekelhető, számomra annyira szimpatikus. Tehát amikor meghallottam, hogy úgy mondják a halált, hogy morci, meg úgy az éjszakát, hogy noici. Nekem ezek a szavak nagyon kedvesen hangzanak, és én ezt szerettem volna jobban megismerni ezt a nyelvet. Tehát tulajdonképpen innen egy szerelem szülötte ez az én bossa nova zeném. A Vinicius de Moraes egy nagyon nagy költő volt, az ő idejében is, most is. Még mindig újra nyomják az ő költeményeit kötetekben, és nagyon erősen kapcsolódik a bossa novához. Illetve van egy első film, amiben a bossa nova megjelenik, ez az Orfeu Negro, és ebben ennek a dramaturgiáját, forgatókönyvét ő írta, és ez egy nagyon híres film a brazil világról. A repertoáromat általában érzésre állítom össze, az aznapi
aznapi gondolataim alapján, illetve van egy előzetes tervem, hogy mindenképpen fenntartsam az emberek figyelmét, és talán megszerettessem velük ezt a műfajt így mélyebben. De nem sokára saját számainkat is játszani fogjuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a közönség reakciója. Több dolog történt velünk az elmúlt fél évben. Az egyik első, hogy a Você e Eu című dalunk az Independent Music Awards-on megnyerte a közönségdíjat, illetve aztán elkészítettük a nagy sikerre való tekintettel az első lemezünket, és most az első lemezt szintén jelölték, de most már három kategóriában, tehát énekes, jazz, meg latin album, meg egy másik dalt is jelöltek az Independent Music Awards-on, most már 2014-ben a legjobb öt közé, ez nagyon nagy megtiszteltetés. És hát a verseny, amire bejutottam, amiért májusban New Yorkba megyek, az a Made in New York Jazz Competition, ahol a legjobb öt szóló énekes közé kerültem, úgyhogy megyek oda. Előadóként kerültem oda, és Amerikában is megjelenik a lemezünk, úgyhogy ott lesz egy kisebb koncertturnénk. Olyan nagyon sokat nem gondolkodtam azon, hogy milyen előadó szeretnék lenni. Inkább a konkrét technikai dolgok érdekeltek, például, hogy mitől jó egy koncert, vagy hogy mi az, amitől felfigyelek egy dalra. De általában gyakorlati szempontból vizsgálom a többi előadónak is a koncertjeit, tehát hogy miért szeretem azokat a dolgokat, amiket csinál. Most például voltam Marisa koncerten, aki egy fádó énekes, és nagyon egyszerű dolgokkal csodálatos koncertet adott, de ezek a nagyon egyszerű dolgok mind pontosan ki voltak találva. Minden más az ő személyiségéből fakadt, és azt hiszem, hogy én, amit a legjobban szeretnék, az, hogy érzelmeket közvetíthessek, meg hangulatokat az embereknek. De a saját személyiségemet az természetesen nem a szerint formálom, hogy mi lehet a siker titka. Ha a kitárulkozás a színpadon technikai kérdés, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyire kell, hogy az ember távolságot tartson a saját életétől, vagy magánéletétől, viszont azokat az üzeneteket hordozza magában, mind az előadás, mind külön-külön a dalok is, amiket én szeretnék átadni. Minden egyes dalhoz kötődik számomra valamilyen emlék, valamilyen érzelem, és ezt szeretném elmesélni. És nagyon örülök neki, amikor sokan mondják, hogy habár nem tudnak portugálul, de ugye a Segedzsi Saudade arról szól, hogy. És akkor ez egy komoly, pozitív visszajelzés. Kicsit szokatlan felállásba játszom a bossa novához képest, de attól függ, hogy az ember mit szeretne megőrizni a hagyományokat, és abban nagyon jónak lenni, vagy egy kicsit tovább víve, esetleg korhűen jónak lenni. Szerintem inkább ez a második út az, ami járható most. És a zenekarom kvintett felállásban egy gitárosból áll, akivel egy pár éve kezdtem el együtt dolgozni, ő Tóth Mátyás, és ő írja most már a saját dalainkat is, illetve később csatlakoztak hozzánk a többiek, de mindenkivel játszottunk külön-külön, és jó barátok vagyunk, illetve jó barátok lettünk akkor is. Így került a képbe Pece Balázs trombitás, aki néha Szárnykürtön is játszik, ő klasszikus trombitás egyébként, tehát egészen zseniális műfaji érzéke van. A bossa novában is megmutatkozik ez. És Cseh Balázzsal elmentünk a Veszprém utca zenefesztiválra, ott nagyon jól éreztük magunkat, és közönségdíjat is kaptunk, és ővele nagyon összejöttünk, és az ő barátja, illetve most már
milyen kis Sós Márton nagybőgős. Úgyhogy így áll össze a zenekar. De bővülünk egyébként folyamatosan. Cayetano Veloso számot nagyon szívesen elénekelek bármikor. Nagyon szeretem Cayetano Veloso, de hát ő is a Bossa Novából nőtt most már egészen. Sőt, van egy nagyon érdekes nevű, ő is a Bossa Novából indult, de most már inkább rock zenét játszik, ilyen kicsit fúziós, hát ő Lenin. Nagyon-nagyon jó brazil zenész. Sok tervem van. A saját számok is portugálul íródnak. Bán Zsófia írja a szövegeket, aki egy írónő, és szerintem zseniális. Úgyhogy Fádót is nagyon szeretem. Sok tervem van. Nem is tudom vázolni az összeset.